Torkolattűz. Magyar hangok. Józsa Imre, Rajhona Ádám, Perlaki István, Orosz Helga, Andrész Kati, Kassai Károly, Gesztesi Károly. Magyar szöveg Berzsenyi Márta, hangmérnök Hajzler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Digital Szinkron BT készítette. Forgalmazza a Flamex Interstar. Fiú, hol a fenében vagy? Mi van, már megint fölcsíptél valakit? Én meg itt közben a legnagyobb szarban ülök. Egy rakás csótány között. Úgy tűnik, minden szállítmány helyben marad. A fickó neve Farbs. Anton Farbs. Óvatosan, benne van a laptopom is. Mondja, jól van? Segíthetek, uram? Szobát foglaltam, Mike Bishop. Igen, Mr. Bishop, Los Angelesből jelezték az érkezését. A 12-es szoba az öné. Isten hozta New Orleansba. Köszönöm. Megtudhatnám, hányasban lakik Bill Keegan? Parancsol? Bill Keegan, úgy tudom, itt szállt meg tegnap este. Hát, várna egy percet, uram. Mire? Valaki beszélni akar önnel. Mégis mit akar ez jelenteni? Bocs, de nem te vagy Bishop a Los Angeles-iektől? De. Leszállnyomozó vagyok a helyiektől, és ő Claiborne. Mondd csak, meddig is akarsz te itt maradni? Csak néhány napig. Miért? Sajnáljuk a társadat. Miért kéne sajnálni? A főnököttől tudjuk, hogy ide indultál. Vagy nem ezért jöttél? Nem értelek, tudnom kéne valamiről? Ma reggel megtaláltuk Keegan nyomozót. Kicsinálták. Mit? Meghalt. Jézusom. Fogalmunk sincs, mit csinált itt. Körülnéztük a szobájában, de semmi. Nem tudod, mit keresett itt? Egy újfajta drog jelent meg a piacon. Átmenet a crack és a jég között. A nyomok ide vezettek. Értem. De a kapitányunk szeretne látni. Ha leraktad a csomagjaidat, akkor indulhatunk is. Thank you.
Hát, haver, itt aztán jól fogod érezni magad. Bár egy kicsit más itt a helyzet, mint Hollywoodban. Mi jól benne vagyunk a szózban. Érted, hogy mire gondolok? Forró és csípős, érted? Mert errefelé a népek így szeretik. Csípősen. Na, hogy tetszik nálunk? Hollywood. A moziban már biztosan sok zsarú filmet láttál, ami rólunk szól. Nem igazándiból, mifelénk nem játszanak ilyesmit. Végül is minden piperkőz Los Angelesben köt ki, vagy nem, Claiborne? Szerintem is. Végül is nem lehet olyan rossz dolog a sok bikinis csaj között görkorcsolyázni, ugye, fiú? Azt elhiszem. Egy ilyen jóképű gyereknek arrafelé nem lehet túl nehéz dolga, vagy nem? Vagy nincs igazam? De igazad van. Mondjak valamit, öreg? A mi kapitányunk szarik arra, ha egy Los Angeles-i zsarút ide küldenek szaglászni. Kigen hagyott nekem egy üzenetet. Ismertek egy Forbes nevű embert? Anton Forbes halott. Rendben, segítségére. De nem gondolja, hogy meggondolatlanságból tőle megbízás nélkül nyomozni a körzetemben? Igen, tudom, Charlie. Személyesen nézek utána. Jó, jó, majd a csütörtöki vacsoránál bővebben megbeszéljük. Jó, viszlát, kormányzó. Üljön le, nyomozó úr. Köszönöm. Megbocsátanak az urak? Hogyne, uram. Igen, uram. Kösz a fuvart. Hogyan lehetséges, hogy a telekommunikáció jelenlegi fejlettsége ellenére sem értesített engem a Los Angeles-i rendőrség az önök tevékenységéről? Lehet, hogy nem elég nagy az önök körzete, ezért megpróbálnak kiterjeszkedni Louisianára is? A társam egy nagyon súlyos bűnügyön dolgozott, amiben senkit nem akart beavatni. És már közel járt a megoldáshoz, amikor kiakadt a ketyegője. Ez valami helyi zsargon lehet önöknél, amit nem ismerek. Nem tetszik nekem az ön nyegle modora. Hallja, mi áradban van itt? A társamnak jöttem segíteni. Szeretném látni a holttestét, és néhány kérdésre választ kapni. Ez az ügy már ránk tartozik, és a helyi szokások szerint járunk majd el. Van valami támpontunk? Mit tud mondani Anton Forbesról? Anton Forbes meghalt. Erről már tudok. Ha ez minden, azt ajánlom, szedje össze a társa holmiát és térjen vissza Los Angelesbe, ott nagyobb szükségük van magára. Nem akar egy kis rákot? Itt készítik a legjobban. Nem szeretem a rákot. Dögökkel táplálkozik. Láthatnám most a társamat? Nem tud várni. Épp most fejeztük be. A szokásosnál tovább tartott a vizsgálat a holttest állapota miatt. Már nagyon régóta nem találkoztam ilyesmivel. Jézusom! Tisztán látható, hogy egy éles eszköz hátulról átszúrta a tüdejét, és a mellcsont mellett hatolt ki. A szúrás formájából látható, hogy egy korszerű pengét használtak. A halál közvetlen oka mégis fulladás volt. A nyakán található nyomokból arra következtethetünk, hogy még élt, amikor felakasztották. A szívét csak ezután távolították el. Az eszköz sebészeti minőségű volt, de az eljárás meglehetősen primitív. Van még esetleg kérdése? És még azt mondják, hogy az ember idővel mindenhez hozzászokik. De higgy el, én is képtelen vagyok erre. Nagyon sajnálom, hogy elvesztette a társát. Senki nem érdemel ilyen halált. Kivágták a szívét. Egy ősi indián szokás szerint, aki kivágja ellensége szívét, annak szelleme erősebbé válik. Megtalálom a tettest. Nem tudom, hogy mit talált a társa. De higgy el, nem hagyjuk annyiba.
Ki volt Anton Forbes? Ez egy fájdalmas emlék. Fiatalok és bátrak voltunk. Hogy tudunk? Volt egy társam, Jackson Rivers, mint magának kígennyomozó. De Anton Forbes közénk állt. Már ez már keserű emlék. Mi történt Jackson Rivers-el? Jackkel? Most valahol a mocsárban él. Teljesen egyedül. Egy kihalt indián táborban. Évek óta nem látta senki. Öreg fahíd az út végén. Hát ez lesz az. Maga Rabó! Ui, én Rabó. És maga ki? Azt mondták, maga ismeri a környéket. Maga meg eltévedt a mocsárban, és szüksége van valakire, aki kiviszi innen. Kell egy kis meló? Ó, hát persze! Jöjjön le ide, és már mehetünk is! Nem harap a kutya? Ez csak akkor harap, hogyha eszik. Jó. Jó napot! Bishop nyomozza a Los Angeles-iektől. Rabó. Egy fickót keresek, Jackson Rivers-t. Ó, Rivers-t? Az öreg farkast? Öreg farkas. Hát így nevezik errefelé. El tudom vinni, de elég veszélyes lesz. Milyen veszélyes? Nagyon. Nagyon veszélyes. És elég sokat kell fölfelé mennünk a folyón, és ez nem lesz könnyű. Mehetünk is. Ezzel a kenúval megyünk? Nem, ez nem kenú. Vigyázzon, mert megsértődik, a kenúnak nevezik. Nálunk ezt úgy hívják, hogy bató vagy piró. Tulajdonképpen átmenet a bató és a piró között. Azt hittem, a szendvicset hívják így. Mifelénk a csónakokat mérnökök tervezi. Itt én vagyok a mérnök. Ne féljen semmitől, épségben odaérünk. És nem is tart sokáig. Nincs valami párnája vagy úszógumia? A sokat pocorom, maga lesz az úszógumi, úgyhogy üljön nyugodtan és ne beszéljen annyit. Jó, már abba is hagytam. Ajánlom, és ki fogja bírni, nem tart sokáig. Mondja, miféle állatok élnek ebben a vízben? Olyanok, akik szeretik a szőke fickókat. Igen. Nem kell félni, de azért ne lógassak ki a kezeit. Látja azt a kígyót? Nem tanácsos szórakozni vele. Itt kígyók is vannak? Ó, csak néhány, de nem kell tartani tőlük. Van valami szerek kígyómarás ellen? Persze, van egy nagy zsebkése. Ez a legjobb kígyómarás ellen. Nincs valami gyógyszere hány inger ellen? Tudja, ami úgy megnyugtatja az ember gyomrát. Nem túl kényes fiszkó maga. Ez csak egy kis szórakozás, nem tart tovább 2,5 órára. Csak hogy nekem elég érzékeny a gyomra. Mit szólna hozzá, 9-10 órát csónakáznánk? Na, ugorjon ki és húzza ki a csónakot a partra. Oda a szárazra. Be kell másznom a vízbe? Igen, ki kell húzni, különben elviszi a víz, és mivel megyünk vissza? Látja? Megy ez? Egész jól csinálja. Jó, így jó lesz. Francba ma vettem föl először ezt a cipőt. Arra megyünk. Aligátor gyom. Ó, ne. Az meg mi az is? Az egy levágott teknős fej. Az öreg farkas már tudja, hogy itt vagyunk. Jobb lesz, ha jelezzük, hogy nem bántó szándékkal jöttünk. Ne vívjuk ki a kanjo haragját. Kanjo? Igen, olyan, mint a karma. Vagy szellem. Szellem, tudja, van jó is, meg rossz is. Ne vívjuk ki a rossz szellemek haragját. Nem akarom a rossz kanjót. Nézze, az öreg tudja, hogy itt vagyunk. Ha végigmegy erre egyenesen, találkozik az embereivel, és ők majd oda vezetik, és akkor beszélhet Rivers. Maga pedig megvár, ugye? Na jól van. Itt megvárom. Thank you.
Hogy kerül egy út ide? Ó, a szegség, mi ez a... én nem akarok bántani senkit, oké? Okay? Én csak azért jöttem, hogy beszéljek Jackson Rivers-el. Csak azért jöttem, hogy... Azért jöttem, hogy beszéljek vele. Maga Jackson Rivers? Szóljon már! Maga elég messzire jött, ugye? Most mit mondott ez itt? Azt kérdezte, hogy veszélyes. És erre maga? Azt mondtam, hogy veszélytelen. A nevem Bishop. Crawford azt mondta, hogy magát kérdezem Anton Forbes-ról. Bravo. Jól megutaztatta. Mint egy turistát. Most már mindegy. Nem érzed meg? Miért? Mi ez? Ínyenc haladtok. Miből van? Halivadék aligátorvőrben. Csak ketté kell törni, és ki kell szívni a belsejét. Finom. Finom. Miért nem akar beszélni róla? Kicsodáról? Anton Forbes-ról. Úgy ül itt, mint aki azt akarja, hogy elvegyem feleségül a lányát vagy a húgát, de én egyáltalán nem akarok megnősülni. Hogy? Meséljek Anton Forbes-ról. Az a fickó egyenesen a pokolból szabadult. Gátlástalan gyilkos volt. Kivágta az emberek szívét, és megcsonkította őket. Úgy, mint valami vudú, vagy kanjo. Rendésén kaptunk egy fülest, valami raktárról. Ahol nagy tételben tárolták ezt a szintetikus drogot. Elindultunk ezen a nyomon. A mocsárban volt az üzem, egy szivattyúházban. Biztosan be lehetett lőve, mert meg se érezte, hogy ötször vagy hatszor eltaláltuk. Csak lövöldözött össze-vissza. Aztán egyenesen besétált a lángok közé. Aztán egy hatalmas robbanás belökött minket a folyóba.
Aztán maga lelépett, és kiköltözött ide. Aha. Elegem lett. És mi lett Forbes készletével? Semmi. Nyomtalanul eltűnt. Valaki megtalálta, mert újra a piacon van. Már nem érdekelnek a drogok. Tudja, a társamat érdekelték. Los Angelesben bukkant rá. A nyomok ide vezettek New Orleansba. Tegnap pedig felakasztva találták meg, és a szíve ki volt vágva. Ismerősen hangzik? Ami Forbes készlete volt, az mind elégett. Az egyetlen dolog, amit a füst eloszlása után találtak, az egy jégdarab volt. Tele emberi szívekkel. Mint a áldozatra készült volna. Egy új játékosunk van. És így üzent magának. És mit gondol, nyomozó? Mit jelent az üzenet? Ne. Rossz helyen kérdez. Tudom, mit érez a társa miatt. Nekem elhiheti. Egy fenét! A maga társa még mindig dolgozik. És ez a Forbes ügy még lezáratlan. Mit gondol, mikor lesz vége ennek? Ez még mindig a maga ügye. Maga még elég fiatal. Próbáljon meg életben maradni. Olyan rideg itt minden, mintha valami döglődne. Hogy jutok ki innen? Ott forduljon jobbra, aztán menjen azon az úton. Mennyit? Ötöt. Mérföldet? Aha. Kékölyök! És ha elment, ne jöjjön vissza. Kösz a vendéglátást! Ne. A plusz törülközők. Már kétszer szóltam. A székemen ülsz. Figyelembe véve az esetet és annak fejleményeit, mindössze 7 testet találtak azóta, hogy Forbes tanyáján rajta ütöttek. Hát igen. Abban az évben pocsékterünk volt. Minden nap szakadt az eső. Áradás után néha egy egész hulla is a partra vetődött, néha csak egy darab. Véres idők volt.
Megkaptam a csomagját. Hello, Jack. Randy? Mi hozott a városba? Te is tudod. Az régen volt. Változnak a dolgok. Van itt nekünk egy befejezetlen ügyünk. Nem tehetem, Jack. És a kölyök? Visszamegy a körzetébe, ahová tartozik. Épp erről akartam beszélni. Erről nincs mit beszélni. Elszállíthatja a társa holttestét, már kint van a reptéren. Vassal és Claiborne kikísérik magát. Maga meg felszáll a déli gépre. Jack, vacsorázz velünk. Nancy is biztosan örülne neki. Randy, tudod, hogy nem vagyok olyan, aki felemlegetni, hogy tartozol neki. Jack, hidd el, nem múlik el nap, hogy ne jutnának eszedbe azok a rémes dolgok. És hidd el, ha cserélhetnék veled, én megtenném. De nem tehetem, és ez tény. Ez az én ügyem. Te is tudod. De nem alkalmazhatok polgári személyeket, ezt neked is tudnod kéne. De megbízhat magánszemélyeket, hogy tanácsadóként működjenek együtt a rendőrséggel. Hé, időt kérek, kapitány. Ugye ezek nem gondolják ezt komolyan? Ez itt a mi ügyünk. Ne hagyja, hogy egy teszetosz a hollywoodi meg egy mocsári patkány besétáljon ide, és lecsapja az egészet a kezünkről. Úgy tűnik, hogy jó koszton tartanak, meg kéne kóstolnod egy mocsári patkányt is. De fogd be! Olyan terepre merészkedik Lassalle, ahol könnyen elsüllyedhet. A francba, kapitány! Micsoda emberek haltak meg miatta? A barátaink voltak! Dobd el a kést! Nincs igazam, kapitány? Ez így nem fair. Tedd el azt a kést, Jack. Jól van. Kaptok 24 órát, hogy felülvizsgáljátok az esetet. Aztán maga rögtön visszarepül Los Angelesbe. Remek. Látni szeretném az összes gyilkosság nyomozati anyagait. Érdekel az áldozatok előélete, a felfedett tények, lehetséges tanúk és kapcsolataik, és egy másolat a felsoroltakról. Ez minden? Úgy tűnik, ez kezdetnek elég lesz. Tegyék meg neki. Jaj, nehogy már, kapitány! És ha megvan, végezzék a dolgukat. Jack! Egy csomó embert érdekel majd ez az ügy. Tájékoztass folyamatosan mindenről. Velünk tartasz. Úgy, mint régen. Nem, most nem, ismerlek már. Valakinek fedeznie kell a seggedet. Még pedig ügyesen. Ezt neked tartogattam. Na, menj a fenébe. Rivers, megkaptam a tanúk teljes listáját, és még a... Nyomozó. Szeretném, hogyha nagyon vigyázna rá. És azt is, hogy innen mielőbb eltűnjön.
Rivers! Rivers! Várjon, van bringája? Van egy kocsi? Aha, autója, bármilyen. Nagyszerű, mert szerintem mozgékonynak kell lennünk. A gyilkosságok zömét a francia negyedben követték el. Gondolom, az lesz a legjobb, hogyha ott kezdjük. Tudod, Elvis-ként miért vagy te itt? Mert Randy nem akarja, hogy LaSalle és Claiborne tökére lépjek. De én azt nem is bánom, mert legalább távol tartja tőlem a szart. Nem is tudtam, hogy a szar két tagból áll. Szóval nem bánom, ha velem tartasz, de felejtsd el az adminisztrációt, és ne hátráltass semmiben, agyagbaba. Az agyagbaba, ez ugye a sértés? Aha. Szóval vigyázz a tökeidre. Na akkor elég volt a mellébeszélésből. Ebbe együtt másztunk bele, érted, hú kapitány? Lehet, hogy nem bűzlök úgy, mint a mocsár, viszont nálam van az összes akta, és csak holnapig van időnk. Érthető? Megyünk vagy dumálunk? Hé, fiú, azt hiszem tévedtél. Ez a te járgány? Arról nem volt szó, hogy a hegyekbe készülünk. Tudod mit? Inkább kérek magamnak az őrmestertől egy másik bringát, oké? Az agyamra mész kölyök, dugulj bele. Hogy mit? Mit? Ha másik tragacs kell, akkor az agyamra megyek. Magadnak. Ismered a környéket? Egy szót sem értek abból, amit locsogsz. Arra. Van biztosításod? Biztosítva van ez a roncs? Ez a Durrell nevű fickó volt a legkézzelfoghatóbb tanú ebben a balhéban. A szobaasszony azt állítja, hogy az elmúlt 6 hónapban itt melózott. Föl nem foghatom, hogy dőlhetnek be, ha hozzátartozok ennek a vidéki pöcsfejnek. Ti téliek, tényleg furcsán beszéltek. Hé! Hey! Mutasson Durrell irányába. Oh. Rivers, hagyd, hogy én csináljam. A kampódal itt nem mész sokra, megijeszted az embereket. Hol van Durrell? Ott van hát. Ezek rákok? Maga Durrell? Igen, igen, igen. Mi van már megint? Már egyszer lefoglalták az autómat és zárolták a bankszámlámat. Én nem vagyok bankár. Újra kezdtük a nyomozást Anton Forbes ügyében. Csak néhány kérdést tennék fel. Forbes? Aha, a társam is én. Mi lesz már, csípd el? Jól vagy? Mondtam eldobni! Szépen le térdre! Kezeket a tarkóra! Mi olyan vicces? Hát te. Nagyon szépen köszönöm. Nézd végig magadon. Nem ohajtok most erről beszélni! Mi van? Beakadtál? Forbesról beszéljünk! Benyúlok a szemeden, és megcsiklandozom az agyadat. Pszichopata. Forbes már halott. Kinyírlak titeket! Halljátok, amit mondok! A régi jelentés szerint Durrell elmondta neked, hogy Forbesnak volt egy raktára. Gödör! Au! De senkit nem érdekelt.
Sose vettem be ezt a raktármesét. Hülyének nézett minket. Nem olyan tökös legény, hogy kikezdjen két ilyen másodosztályú zsaruval. Gödör! Dögöljetek meg! Inkom sincs, hogy bírod, Durrell, de a motor már olyan forró, hogy szerintem meg kellett volna pörkölni a pecsőt. Mégis mi a faszod akarsz tőlem, Rivers? Már mondtam, hogy Forbes régen halott! Időtlen idők óta! Mi hallasz valamit? Nem, semmit sem. Én sem. Járda! Figyeljetek! Kössünk alkut! Mondok valamit, ha megállítod ezt a szakacsot! Rossz a fékkel! Jaj, nekem! Figyelj! Forbesnak családja volt! A városban éltek! Egy öreg nő meg egy kölyök! De leléptek! Akadály! Került ki! Könyörgöm, került ki! Már nem bírom tovább! Került ki! Jó, csak a kocsim nem bírja az úri fiúkkal. Mi lenne, ha végén hagynád? Figyelj, ha nem vagy hajlandó a hotel felé kanyarodni, hogy átöltözhessék, akkor csak viseld a következményeit. De mi ez volt az? Ez volt! Rivers! Rivers, vágjál le innen! Tényleg nem tudok többet! Elhiszem. Mi is az a Hollywoodban használatos kifejezés? Imádlak, baby. Sose változ meg. Egy vagy a tucatból. Ez jobb lenne, ha rám bíznád. Te mondod a legyeket. Pilaszagod van! Micsoda nőkkel lehettél te? Ön Vicky Forbes, hölgyem? Rivers nyomozó vagyok, a New Orleans-i rendőrségtől. Néhány kérdést szeretnék feltenni apukájáról, Anton Forbes. Az én apukám meghalt. Egyébként sincs mit mondanom. Bemutatom a társamat. Bishop nyomozó Los Angelesből. Üdvözlöm. És melyikük bűzlik ilyen borzalmasan? Hát a társam, Bishop nyomozó Los Angelesből. Jasper, hagyd békén Bishop nyomozót. Na és mit csinál az az ember ott a motorház tetőn? Fényesíti a járgányomat. Egyedülálló a szakmájában. Attól tartunk, valaki felfedezte a papája raktárát, és hasznosítani akarja a készletét. Kinyírtak egy Los Angeles-i zsarut. Nem tudok segíteni. Egészen kicsi voltam, amikor anyával itt hagytuk apát. Amikor meghalt, már évek óta nem láttam. Akkor inkább a mamájával kéne beszélni. Ő sincs már az élők sorában. Sajnálom. Én sajnálom, és többet nem tudok mondani. Na. Elég szexis csaj volt ez, vagy nem? Mi van? Mint ha valami megindult volna köztetek. Á, csak nagyon emlékeztetett valakire. Á, emlegettem Los Angeles-t háromszor is. A szemes ereppent. Ki tudja, mi jár a nők fejében? Mikor a társad haláláról volt szó, teljesen részvétlen maradt. Hát nem volt a legtökéletesebb helyzet egy kihallgatáshoz. Egy fickó felkötve a motorházra. Én bűzlök, mint egy zsák hering.
Te meg ott lóbálod az orra előtt a horgodat. Ennek jobb jó, az illata. Jó, majd legközelebb kipróbálom. Szerinted melyik a jobb? Az őserdei orchideás, vagy inkább a kártyás? Nem fodrásznak kellett volna inkább menned? Kezdek éhes lenni. Nem rossz ötlet. Tudok egy jó helyet. Várnál egy pillanatot, amíg ezt itt rendbe rakom? Egyfolytában stíröl egy hajas baba. Lehet, hogy ismersz ilyen csinos nőket is? Jackson Rivers. Hűha. Rég láttalak, bébi. Hány éves is vagy most, Tina? Mit akarsz, mennyi legyek? Hallom, hogy visszajöttél. Terjednek a hírek. Van bátorságot, hogy ide mertél jönni, főleg a te helyzetedben. Tökös fickó vagyok. Menjünk beszélgetni. Isten, ilyen nézel ki, de igazán. Mindig így szoktál bocsánatot kérni? Jó lesz jóba lenned vele, mert az enyém ez az egész kócseráj. Tényleg? Igen, tényleg. Ő most a társam, Bishop. Jó estét, Bishop nyomozó, Los Angelesből. Szóval maga miatt vannak zűrök mostanában. Igyekszem, ahogy lehet. Na, fiúk, akkor most hozok nektek néhány Dixit. Az egy sör, ugye? Aha. Elnézést. Ezt a nőt hagytad el egy mocsár kedvéért. Kakó, fiúk! Valami hideget? Itt vagy te. De nézd csak! Hát kérdezek valamit. Ha már tarásfészekben nyúltok, van-e elég vastag bőr a seggeteken, vagy szereztek egy újat? Mit tudhat egy ilyen hájfejű izzadt féreg a tiszta seggről? A tiedet Claymore nyalja, vagy nem? Nyald ki te! Csekkbe rúgnálok, hogy meg sem állnál a mocsaradig, de nem akarok egy nyomorékot bántani. Jobb is lesz. A társam kézben tartja a dolgokat. Táncoljunk! Kúszkáljad már! Még találkozunk. Ez jó kis móka volt, kösz. Viszlát! Mit csinálhattam volna? Na? Nem is tudtam, hogy ilyen jó táncos vagy. Én se tudtam. Szóval mióta vagy itt? És ezzel hogy boldogulsz? Működik. Miért állsz le ilyen söpredékkel? Hát, te nem voltál sehol. Tudod, Rivers, ez a dolog nem is olyan vészes.
Jöjjön be. Segíthetek valamiben, Bishop nyomozó Los Angelesből? Csak néhány dolgot kérdeznék. Már vártam magát. Szép lakás. Köszönöm, Bishop nyomozó Los Angelesből. Szólítson Mike-nak. Mifelénk ilyen nevet egy csaposnak vagy egy kutyának adnak. Inkább legyen Bishop nyomozó. Az olyan tekintélyes és előkelő. Én sokkal jobbnak találom. Maguk déliek tényleg rém viccesek. Parancsol valami frissítőt? Nem ismerem ezt az évjáratot. Remélem ihatónak találja majd. Festesnek, édes utóízzel. Na, akkor kinyitjuk. Egy kicsit lélegeznie kell. Már most is zihál. De maga ugye nem a pezsgő miatt jött. Bishop nyomozó Los Angelesből. A múltkor a szállodában mit keresett ott? Magára vártam. Rám. Hát nem pont magára, csak valakire. Valakire, aki Keegan nyomozó helyére lép majd. Ismerte Keegan? Keegan nyomozó a társa volt. Igazam van? Uh-huh. Azért keresett meg, mert információra volt szüksége valamiről, ami a mamáé volt valaha. Mi az a valami? Egy régi raktárépület a város szélén. A mama régen eladta. Most bevásárlóközpont. Tudja, ki ölte meg a társamat? Nem. Keegan nyomozó nem akart személyesen találkozni vele. Megkért, hogy anyám papírjait hagyjam egy telefonfülkénél a francia negyedben. Aztán észrevettem, hogy valaki figyeli a házat. És követ. Miért nem szólt a zsaruknak? Én meg a helyi rendőrség. Nem vagyunk valami jóban. Papát gyűlölték ebben a városban. Mamája neve nem szerepelt a nyomozati anyagban. Azóta senki nem kereste fel magát? Csak maga is. Ez érdekes. Viszlát. A háznak nem esett semmi bajod, az előkert kicsi megpörkölődött. Ha akarja, töltse itt az éjszakát, ráér holnap hazamenni. Elvis miatt pedig ne aggódjon, de biztos megpróbálja rávenni magát, hogy zuhanyozzon le. Nézd ezt a nadrágot! A kedvenc öltönyöm rongyá lett. Amúgy sem állt rajtad valami jó. Ó, öltözködési tanácsok a mocsári teknőstől. Most van egy kis dolgom, kölyök. Vegye csak birtokba az ágyat nyugodtan. Mi a kanapén az?
Tudom, hogy nem könnyű a helyzete, Bishop. De ne vegye úgy a szívére. Megőrít ez az egész. Nem áll össze a kép. Mit tudhatod, Keegan? Elmegyek zuhanyozni. Rávenni. Hollywood. Vagy inkább barna medve? Hogy jöttetek be? Mesterem, a hoteleket mindig jól őrzik. A kapitány látni akar. Most. Kimennétek, amíg felöltözünk? Inkább maradunk. Tűnjetek már ki a francba. Ezt nevezem. Buja. Amikor utoljára erre jártam, tönkrement az egyik öltönyöm. Hát majd végeztél a kapitánya, nem fog egyre érdekelni, mi a ruhatárad. Menjenek a dolgukra. És mi csináljuk, kapitány? Gyűjtsenek vallomásokat, irányítsák a forgalmat, mit bánom én? Igen, uram. Miatt a dühös. Hülye vagy. Felismeri? Ez Durell. Miért nem jelentették Riversel, hogy tegnap kapcsolatba léptek vele? Hallottam a kirándulásról is. Maguk ezt így csinálják oda át? Durell baromságokkal etetett minket. Rivers jobb belátásra akarta bírni. Van itt valami, amiről tudnia kell. Ezt a helyszínen találtuk. Valószínűleg tegnap vagy. Biztos ez a magyarázata. Engem nem érdekel. Szerintem csak azt kapta, amit megérdemelt. Maga meg jobban tenni, ha nem barátkozna a gyanúsítottakkal. Hallottam az éjszakájáról. Igen, persze. Forbes lányát is megfigyelés alatt tartjuk. Én is ezt tettem. Egész este figyelemmel kísértem. Bishop, lejárt az ideje. Azt akarom, hogy eltűnjön innen és hazarepüljön. De van még egy tanú, akit meg kell találnom. A neve Melanchon. Melanchon? Igen, valami ilyesmi. Ő volt Forbes szállítója. Igen. Melanchon többször is látták felbukkanni a városban. Tényleg meg kéne nézni. Jól van, vigye a kocsimat. Valahol a Punch Train tónál tanyázik. Thank you.
Csinálsz te itt? Figyeltem a helyet. Vártam, hogy az öreg Melanson kidugja az orrát, és elkapassam. De akkor egy balfácán zsarú elkezdett lövöldözni. Ő lőtt rám először, az enyém. Két? Kell neked ez a hájpac? Igen, így van. Engem illet. Csak először én. Viheted. Indulás. Tudom, hogy maga a nyugati kapcsolat. De nem tudom hogyan, és nem tudom kinek. Erre vagyok kíváncsi. Végignézhetjük a noteszét, fölöslegesen szaporíthatjuk a szót, meg kerülgethetjük a kását. Egyszerűen megadja a nevet, és akkor nincs több macera, és már is elmehetünk. De ha szórakozni akar... Azt csinálsz, amit akarsz, kölyök. De tőlem csak ezt kaphatok. Na ide figyelj! Pocsékhetem volt. Elvesztettem a társamat, most meg itt ülök a szarban ezzel a horgas kezű őrültel. Mocsarakon másztam át, büdös halban úsztam és poshat sörben áztam. A lábamnál fogva felakasztottak, megégtem, bilincsbe vertek. Az nem is volt olyan rossz. Teljesen tönkrement a ruhatáram. Valaki rám lőtt és leköpött. És csak téged találtalak. Nyugi, úgyhogy beszélj! Rajta. Ez időpocsékolás. Melanson kemény dió. Nem fog köpni. Nézd csak rá. Milyen alultáplált szegény. Igaz, így van. Na mi van a társajodban? Semmi. Semmi. Engem nem ijesztesz meg. Na gyerünk, fog csak csináld. Fogd be a pofád. Ide néz. Ide néz. Ide néz. Én nem félek a kígyóktól. Akkor jó. Jó. Ennek örülök. Tényleg örülök. Hát édeses. Szedd le! Könyörgök! Szedd le, lóram! Szedd le! Könyörgök! Rivers! Hagyd már még egy cseh! Hoppa be! Valaki megkeresett. Pár hónappal ezelőtt valami őrült anyagot akart elpasszolni. És hát volt néhány kifizetetlen számlám. A nevét akarom. Nem tudom a nevét. Úgy fogsz szincogni, mint egy istenverte mezei egér, ha szétlövöm a golyóidat. Forbes volt az. Forbes volt? Akkor is ő volt, hidd el! Állarcot viselt, de tudtam, hogy ő az. Gondzsónak hívta az anyagot. Úgy, mint régen. Forbes meghalt. Rivers! Téged is el fog kapni! Meg fog találni! Gyere vissza, Rivers! El fog kapni, most nem menekülsz! Jack, mi legyen a kígyókkal? A kerti kígyók nem veszélyesek, kölyök. Rivers sokkal szalabbul érzi magát. Trixi, segítene nekem? Ez szerint a Punch Train Tavi bevásárló központot a Bayon fejlesztő csoport vette meg 1984-ben, de semmilyen hivatalos engedélyt vagy adatot nem találok erről. Biztos az előtt történt, mielőtt átálltunk kompjúterre. 84-et mondott. Csak valami
valami régi címünk van itt feljegyezve. 4296 Lenit utca, vagy hasonló. New Orleans 70127. Meg tudod valamit, Bishop nyomozó? Maga köszönöm. Olyan alapos. Köszönöm a segítséget. Maga is alapos. Köszönöm, drágám. Bingo. Gyönyörű. Vicky. Megijesztettél. Miért nézel ilyen furcsán rám? Mi történt? Ennek nincs semmi értelme. Amióta csak megérkeztem ide, mindenkitől csak azt hallom, hogy Anton Forbes már meghalt. De most valaki az apádból narkóárust csinált. Megtaláltam a raktárt, és körülbelül 5 millió dollár értékű kábítószer hever ott. Életben van az apád, vagy nem? Bishop, ez képtelenség. Apa meghalt. Ebből elég volt, Vicky. Keegan szívét kivágták. Ki csinálja ezt? A te öreged? A papa halott. Túl sok vér folyik. Mi történik itt? Mi folyik itt? Ne akarj átverni! A következő én leszek? Miért vagy te ott mindig, mindenütt? Miről beszélsz? Kérlek, ne akarj ebbe belekeveredni! De már benne vagyok! Keegan rájött, és az apát kicsinálta. Ezért maradtatok anyáddal a városban. Életben van az apád. Hol van az apád? Jó estét, Vicky kisasszony. Az Isten áldja meg. Minden rendben, papa. Látogatónk van.
Ez itt az apám. Anton Forbes. Mióta van ilyen állapotban? A robbanás óta. Tudod, mindenki azt hitte, hogy meghalt. A mama hozta ide. Hogy fizethesse, eladott mindent, amit a papa a nevére iratott. Igen, a papírok között szimatolt. Az eredeti raktár az anyád nevén volt. Így talált meg téged. Van másolatom a papírokról, amit Keegannek adtam. Ez talán segíthet. Ez szerint ez egy raktár. A tulajdonos Jackson Rivers. Rivers? Ennek semmi értelme. Itt maradsz még egy darabig? Igen, itt maradok vele egy kicsit. Rendben. Bishop nyomozó, itt a központ. Bishop vagyok, hallgatom. Crawford kapitány várja magukat a Lakeside út 109-nél. A Bocstén tó felé találja. Tudom, hogy hol van. Melanson, most találtuk meg? Sejtettem, hogy nincs szíve. Mikor kapom már meg a jelentésüket? Most mit nyagat már megint? Miután maguk eltűntek, kiküldtem ide Lassalt és Claibornt, hogy szaglásszanak körül. Erre itt találják Melansont ilyen állapotban. Erről mi a véleménye? Rivers dohányzott. Úgy füstöl, mint egy gyárkémény. Na és akkor? Csak hogy ez a csik a holttest mellett volt. És még parázslott. Ne játssza meg a hülyét. Megtaláltam a raktárat, és benne az árut. És egy kicsit meglepődtem, mert a raktár Rivers nevén van. Csak reménykedtem, hogy rossz nyomon járom. Ugyanilyen csikket találtunk a társa mellett is. És ezért hagyta, hogy együtt nyomozzunk, hogy én leplezzem le. Jack Rivers olyan, mintha a testvérem lenne. De az az ember, akit én ismertem, meghalt. Megszállottá vált a rettenetes robbanás óta. És mint maga is tudja, kiköltözött Forbes mocsarába. Hogy az övé? Attól tartok, hogy felvette annak az embernek a személyiségét, akit úgy gyűlöl. Anton Forbes reinkarnációjává vált. Anton Forbes életben van. Mit beszél? Épp tőle jövök. A felesége elrejtette egy szeretet otthonban. Úgy tűnik, csak vegetál. Anton Forbes életben van. Thank you.
Korán keltél, kölyök? Ki korán kell, aranyat lel. Elfáradtam. Elegem van, kikészít az itteni páratartalom. Éhes vagy? Á, nem, elegem van a dzsumbóból és a dzsambalajából. És abból is, hogy örökké eltűrsz. Úgy vigyorogsz, mint egy kígyó. Azok ott a múltkor ártalmatlan kerti dögök voltak. Figyelmeztettelek, hogy kaliforniai módszerekkel itt semmire sem mész. Mit vártál, hogy megtörik egy gőzvasaló látványától? Jó hekus vagy. Ez szerint fel se tűnt, hogy semmit se tudunk. Itt az ideje, hogy felülj egy gépmadárra és hazamenj. A társam, Keegan, rád gyanakodott, igaz? Hát... nagy hiba volt. Nagyon mellé lőtt. Rossz lóra tett. Én nem lóversenyezek. Megtaláltam a raktárt. Már megint az az Isten verte raktár. De kamu tényleg, az egész. Ott volt csak a készlet is. Csak a felét hidd el annak, amit látsz, és semmit abból, amit hallasz. Igen? Az igazán megható, hogy Forbes módszerével csináltad. De tudod, nem jött be, mert ő szerencsésebb, mint te. Úgy értem, lehet, hogy csak egy marék vatta az öreg, de megkapja a gyógyszereit reggelente és a fájdalomcsillapítóit esténként. És talált egy mocsári patkányt, aki elvégzi a piszkos munkát. Letartóztatlak. Engem is meg kellett volna ölnöd. Meg a dolgot. Ne hagyj itt szó nélkül! Rivers, te szemétláda, gyere vissza! Az Isten! Hollywood, hogy Jackson egy makacs állat, és csak az Isten tudja, hogy mi köze lehetett ehhez az egész Forbes ügyhöz. De azt egyáltalán nem tudom elhinni, hogy bűnöző lett. Várjon egy kicsit. Nem érti, amit mondok? Jackson zsaru volt. Ő üldözte a bűnözőket. Már csak ezért sem válhatott azzá. Mi történik itt? Bocsánat, elnézést, rendőrnyomozó vagyok. Mi történt, nővér? Mondja, mi történt? Benéztem hozzá, és akkor már ott feküdt. Kicsoda? Borzalmas látvány volt. Hívták a rendőrséget?
Tényleg, a rendőrség. Hívja a mentőket, kérem. Itt hagyta a névjegyét. Jackson nem tehette. Ő ezt nem tehette. Ez csak egy kegyetlen állat lehet. Bishop! Ide jöttem, hogy lássam Anton Forbes, de már halott volt. Azonnal beszélnem kell Crawforddal. Mi van? A kapitány most elérhetetlen. Pedig most meg fogjuk keresni. Ideje, hogy leszálljál erről az ügyről. Biztosítsák a helyszínt. Kérdezzenek ki mindenkit. Biztos, hogy jó helyre hoztál. Az Isten itt megelőzött bennünket. Hollywood. 5 körzettel jöttünk át, és többször megszegtük a szabályzatot. És nem hinném, hogy a kapitány díjazná ezt az egészet. Amíg Rivers is elkapnánk, akkor kitekerni a nyakunkat. Kóstold meg. Mit képzelsz rólam? Meghűltél? Gyerünk, Léborn. Igazán az? Igen, az. Elvitte Vikit. Mit gondoltok, hova ment? Hát hova menne egy mocsári patkány, hanem a mocsárba. Tudtam, hogy ezt mondod. Na és most itt a vége, Jack. Van egy tárcsövetek, semmit se látni. Ott van. És vele Vicky. Megyek, hívok erősítést. Ne. Még képesek is elriasztani. Ide jönnek egy helikopterrel, szirénázva. Most meg ki a hátsó ajtón. Én átmegyek itt a hídon. Ti meg kerüljétek meg a házat. Na hát, Hollywood, ezt egyedül tervezted el. Mi, van jobb ötleted? Csak várd meg, amíg mögé kerülünk. Szóltam, hogy tűnjön el innen. Megmotozni!
Nagyon okos. Kössétek a haverjához. Ez két nagyon ügyes fickó. Most tanulja lehet a Forbes ügy lezárásának. Maga és Rivers kibogoztak mindent. Kiürítettétek? Igen. Mindent felraktunk a teherautóra. Reggel indulhat. Sok pénz kiúszhattál volna a zsebünkből, Hollywood! Te lassú voltál, fiú? Milyen sajnálatos. Nem hagyhattam, hogy keresztül húzza a számításainkat. Itt millió forognak kockán. Megmutassam, hogy mit csináltam a társával. Seggfej! Azt hiszem, tévedtem. Még jó, hogy belátod. Ki kéne jutnunk? Elég a futó baromságból. Csinni is innen, tesek fel! Nyugi, 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 nyugi! Gyerünk! Boldog születésnapot, te barom! Azt hiszem, rendben is itt van. Leszáll! Elkaptad őket! Hol a fenébe? Mit keresel ott? Fiúk! Általában itt nem tapasztalak. Ilyen, amikor rabló egérutat nyer. Az ilyen nincs. Hogy ennek az idiótának ne legyen egy bilincskulcsa. Éj, Elvis, a járgány előállt. Ideje indulni. Nem szeretném, ha lekésnéd a gépet, és tovább maradnál, mint kéne. Nem szeretek viszlátot mondani. Mondd, hogy orevar. Na nézd csak, nézd csak. Adjál tized, bébi. Jó, de ennél többet ne kérjél. Na tűnésem. Visszajövök, csibé. Miért nem nyalod ki a seggemet? Vigyázz el a horgára. Nem fél, vigyázok rá. Egyszer meglátogathatnál. Persze, majd együtt vacsorázunk.
Tudok egy helyet, ahol van rántott termeszhangya. Majd megnézzük. Lemostad a gépet? Tisztának látszik. Hé, az meg mit keres ott hátul? A legjobb riasztó. Nektek is jól jönne odafönn, nem? A riasztod éppen most teszi a bőröndömet. Nem sokat veszítesz. Csak vigyél ki a repülőtérre, jó? Rendezte Michael Fisher. Írta Sam Scribner. Marie, c'est pas ma bombe. Tout quelqu'un connaît. Marie, c'est pas ma bombe. Tout quelqu'un connaît. Fényképezte Eric Carty. Zenét szerezte Christopher Tink. Paris, c'est comme un bon.